A még mindig pont nélküli Szeged-Rákos palotán javíthatott volna Sanyaru helyzetén, de hát a felsőházba igyekvő Femina ellen alig a számíthatott könnyű mérkőzése, főleg úgy, hogy a rákos palotaiak az elmúlt három hazai mérkőzésüket mind megnyerték. Ehhez képest a tiszapartiak előtt adódik az első lehetőség, a szabadrugás után kijön a kapusról, és aztán elesik Szinyei is, meg aki ott tüsténkedett, Papp Dorina. A játékvezető ezért nem adott büntetőt, véleményünk szerint adhatott volna. Ott nem volt gól a negyedik percben a túloldalon, viszont igen, ez az. Vezet Burján találatával a Femina. Egy remek kiugratás után elég rosszul váltanak a szegedi lányok, és a rövid oldalra betalál Burján. Ez már a hetedik gólja a szezonban. Véninger tünde szabadrugása jó 30-ról, megküldi, és a keresztlét segít Schildkrautfusinán. Aztán utána ő majdnem segített a hazaiakon, de nem volt ekkora szerencséje pirosmezes csapatnak. Megint Véninger, megint ráküldi, megint a kapufa. Most nem volt ideje Schildkrautnak beleügyetlenkedni. Marad lendületben a Femina, egy fölküldött labdát röviden fejelnek ki a tiszapartiak. Zójomi és Fogl éppen nem éri el, elgurult az orra előtt. 34. perc, egy kirúgás után szerezte meg a pirosmezes hazai csapat, és gombolítják is tovább az akciót. Kipattan a védelemről, egyből tüzel a Femina játékos, a Hegyi Szilvia, Schildkraut védett. Fogl pont középről, 17 méterről, és trükkös gól, majd érdemes lesz figyelnünk a lassítást ezzel. Már 2-0 a hazai csapat javára. Ott Szeit lehúzza a fejét a sorfal szélén, és ezzel mattolja is a Szeged védekezését. Ez ugyebár már a második félidő, és nem tudja kihozni a Szeged a saját térfeléről. Labdát szerzett a frissen beállt Bernhard, a lövés pedig Bodától pont a kapus kezébe. Tiszaparti szabadrúgás, nem rossz, de fogja Szinyei Réka, aki talán, ha felépülnek a kapusok, akkor is már úgy bevédi magát, hogy marad. Egy szegedi bedobás után alakul ki megint egy hazai lehetőség. Fogl sokkal gyorsabb, mint a többiek, a lövést azonban hárítja Schildkraut. Jön egy hazai szöglet, Jakus. Burján nem találja el fejjel, viszont Szejt Szilvia igen. 3-0. Idei első gólja a válogatott védőnek. Pont ilyen ívbe kellett megfejelni ahhoz, hogy behújjon a szegedi kapus mögött a kapu hosszú oldalába. Pedig létszámban megvoltak a fehér mezesek. Femina bedobás. Szélt rúgja föl a középpályára. De visszaszerzi, vagy megszerzi a Szeged. Vasnoémi távolról. És Szinyei levadászta a levegőből a labdát. Szeit elől tüsténkedik, és alakít kilövő helyzetet, fölé küldi. Már csatárt játszott a Femina négyese is ebben az időszakban. 68. perc, Fogl. Becsap egy védőt, a másikat lefutja, becsapja a kapust is, de nem éri utol a labdát időben. Csak szöglet lesz belőle. Nagyszerű kiugratás. Fogl most nem egyedül fejezi be, ez Zitzer. Hát nem kis bravúr volt Boda Jennifertől így befejezni. Tudja ezt ő is. 87. perc, Szeit kocog, nem támadják. Aztán Török Kitti. Molnár Rózsa nagy-nagy magányában besétálhat és be is guríthatja a kapu jobb oldalába. A védő góljával kialakul a 4-0-ás végeredmény. Természetesen Molnár Rózsának is ez volt az idei első gólja. Pontot nem sikerült szerezni, azonban bizakodóak vagyunk, és megpróbálunk minél jobbat kihozni a tavaszi szezonból. Nyilván nem ezen múlik ez a történet, de úgy gondolom, hogy 0-0 ott. Én úgy láttam innen, ami visszanéző természetesen, hogy mi lesz. Hogy mi lett. Majd nem a kontrából született a Femina vezető gólja, de összegészében lényegtelen, mert jobb volt a Femina, jobb csapat, mint mi vagyunk. Ez látszik a tabellán, meg a mai mérkőzésen is látszódott. Gratulálok nekik. Az elején nem kezdtünk túl jól, de hát utána szerencsére jöttünk fel.
remélem, hogy össze fogunk érni, mert ugye most lesz egy alapozás, úgyhogy még többet fogunk tudni gyakorolni, és igen, remélem, hogy győzni fogunk. Hiányozat nincsen, megvan a 3 pont. Én úgy gondolom, hogy ahhoz képest, ahogy mondjuk tudtunk készülni a mérkőzésre, és az időjárást is, hogyha beleszámítjuk, akkor azt mondom, hogy egy viszonylag elfogadható mérkőzést játszottunk. Hát én gratulálok nekik, jól játszottak szerintem.